sajtótájékoztatón. 29-27-re a vendégek nyertek. Először Horváth Rolandot, az értvezető edzőt kérem, hogy értékelje a mérkőzést. Nagyon örülünk a győzelemnek. Azzal a pici kerettel, amivel most tudok dolgozni, az a belső három emberre gyakorlatilag, aki jelen pillanatban erre az NBA-re alkalmas, ami most a rendelkezésemre áll, ez borzasztó nehéz feladat mérkőzésről mérkőzésre, főleg úgy, hogy azért látjuk az eredményeket, hogy játszunk jó meccseket, de sajnos nem tudunk, vagy nem tudtunk győzni. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos mérkőzés volt abban a szemszögből is, mert ezekkel a pontokkal följebb tudunk kerülni, és tudunk haladni a többiekkel, és most van 6 hetünk, tudjuk nyalogatni a sebeinket, illetve azok, akik még nincsenek itt, vagy aki nincs itt, az majd tud nekünk utólag majd, vagyis majd a jövőben segíteni. Én megmondom őszintén, gratulálok a Vasasnak, és azért, mert én feljutó csapattól ilyen gyors kézlabdát lerohanásba, megmondom őszintén, nagyon-nagyon ritkán látok. És ez nekem ott felettébb tetszett, most már tetszik, a pályán annyira nem, tehát az oldalon annyira nem, de nekem ez borzasztóan tetszett, és ezek a lányok mennek lendülettel, lelkiismerettel, nagyon-nagyon motiváltak, és ez a feljutó csapattal nagyon-nagyon ritka. Ezért is van nekik, szépen nyertek meccseket, és mondtam is a lányoknak, hogy ez azért nagyon félő, mert tényleg ezek a lányok motiváltak, és van egy jó soruk, ami nagyon-nagyon jól tud kézlabdázni, és ez borzasztóan veszélyes. Úgyhogy próbáltam a lányokat főkészíteni erre. Azon a héten is azért úgy látszik, azért úgy sikerült megértetni velük, hogy igazából lövő nélkül kézlabdázunk, mert olyan klasszikus lövőnk nincs, nem áll rendelkezésemre, de nagyon-nagyon szépen abszolválták ezt a feladatot, nagyon szépen megcsinálták azokból a hibákból, amit a Vasas elkövetett, tudtunk élni, és elsősorban a védekezésünk volt olyan, amit már régóta szeretnék látni, illetve próbálják csak. Akkor a különbség NBA-ben a följebb levő csapatoknál, akiket mi látunk fizikálisan, hogy fölörli előbb-utóbb a játékosaimat támadásba, és kontrába pedig kikapok, folyamatosan meg kikapunk. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a Vasasnak, és csinálják tovább, mert megmondom őszintén, nem szoktam ilyet mondani, de nagyon-nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a játékuk, amit csináltak, úgyhogy további sok sikert kívánok, mert dolgozunk tovább, mert vannak, akik ássák a sírunkat, de azért most szólok nekik, kicsit hagyják abba, azért folytatjuk mi ezt tovább, jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Szépen, a Pécsi győzőt követően. Hát szerintem végig egy kiélezett mérkőzés volt, viszont nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk, úgyhogy végre most meg ki tudtunk lendülni ebből a rossz periódusból, és remélem, hogy januártól ugyanígy fogjuk folytatni a bajnokságot. Szeretnék gratulálni az Érd csapatának, valóban nagyon jól felkészültek. Felkészültek a mi gyors játékunkra is. Ellenben azért azt gondolom, hogy ma semmi nem működött, tehát amit eddig Roland is mondja, hogy látta, igen, készültek, jól játszottunk, gyorsan játszottunk. Ez gyakorlatilag eddig jó játékot hozott, de gyakorlatilag pontokat nem, vagy nem annyit, amennyit saját magunktól vártunk volna. Ma sajnos még jó játékot sem hozott a gyors kézilabdánk. A védekezésben teljesen szétestünk, ott gyakorlatilag mindenféle felállásban és formában megpróbáltuk az Érd játékát egy picit semlegesíteni, hátrébb tolni. Tudtuk, hogy nincsen olyan átlövő sor az ellenfélnél. Készültünk is rá, mégsem sikerült megvalósítani. Tehát nagyon-nagyon kevés ütközésünk volt, megállító faltunk volt, beálló körüli védekezésünk is kritikán aluli volt. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ott mindenképpen egy olyan hiba faktor, hiba százalék volt a játékunkban hátul, amit nem bírunk el. Hiába játszunk gyorsan, hiába megyünk gól után is, hiába egyszerűen nem bírtuk el, illetve ez fejben olyan fáradtságot okozott nekünk, hogy emiatt elől is olyan hibákat követtünk el, amit eddig nem szoktunk. Most bocsánat, így egy kicsit ilyen félreérthetően fogalmaznék, nem az Érd ellen mondom, komolyabb csapatok ellen sem követtük el azokat a hibákat. Mondom még egyszer, nem lejjebb sorolva vagy rangsorolva most az ellenfelünket, mert nagyon komolyan problémát okoztak nekünk, de
fegyelmezetlenségek, soratámadásban, időkéréseknél, félidőben, de még a mérkőzés előtt is meg volt beszélve, hogy mit kell játszani, és nem mindig azt játszottuk, amit, sőt, nagy részben nem azt játszottuk, amit terveztünk, vagy amit szerettünk volna. Fejben teljesen elfogytunk erre a mai mérkőzésre, úgyhogy még egyszer gratulálok, kihasználták a hibáinkat. Először is én is szeretnék gratulálni az érnek, hiszen nagyon jól felkészültek a játékunkból. Az egy nagyon fájó veresség, lehet, hogy majd később fognak ezek a pontok kijönni, de úgy éreztem a pályán, hogy a fegyelmezetlenség volt 60 percen keresztül, nem tudtuk végrehajtani az edzői utasításokat, a védekezésben a megállító fajtok hiányoztak, és ebből kifolyólag tovább tudtak játszani, helyzetbe tudták hozni a többi játékosukat. Támadásba pedig nem éreztem most azt, amit az eddigi meccseken, hogy ment volna a labda, és helyzetbe kerülünk többször, de azon leszünk, hogy ezeket kijavítsuk, és a következő meccsek remélem jobban fognak sikerülni. Remélem értettek, amúgy is. Sok sikert. Azért mondom, csak egyszerűen ilyen hibákat.